Folytatjuk programunkat. Szeretettel köszöntöm két újabb vendégemet, dr. Tessényi Juditot, aki gazdaságpszichológus, és Molnár Attilát, súg nekem, nehogy elfelejtsem, aki numerológus, és még mi Attila? Hát kell valami nevet adni a dolgnak, önismereti tanácsadó megnézni. Hát igen, ez is olyan... Igen, nagy aki, halmaz. Igen, hát akinek valami baja van, az el szokott jönni hozzám. És tudsz rajta segíteni. Hát én nem, de közre tudok működni, hogy tudjon segíteni magának. Nagyszerű. Hát és én most titeket egy olyan témába hívtalak így most beszélgetni velem, hogy beszélgessünk a függőségeinkről őszintén. És ugye ezen belül hát a függőségeink, hát elég sokféle függőség van. Én most úgy gondoltam, hogy mindenek mellett az internetfüggőség lesz majd a beszélgetés célja, hogy arról nektek mi a véleményetek. De nyilván hát ebben sok minden beletartozik. Judit, én előbb téged kérdezlek, miután azért ez a te szakterületed. Nem pont az internetfüggőség, csak az, hogy az emberi viselkedés típusok, hogy meg a mai világban, hogy hogyan alakulunk, hogy miért vannak ezek, meg te mit tanultál erről, hogy érzed, mi a saját véleményed? Hát a legegyszerűbb talán én is szeretettel köszöntök mindenkit, hogyha az előttem szólót idézem, és az amely Zahel Gábort, mert ő mondta azt az egyik előadásán, hogy a 10 millió függő országa vagyunk. Tehát, hogy olyan, akinek nincsen valamiféle kötődése vagy szenvedélye, hát nagyítóval kell keresnünk. Mondjuk Zakhár doktor egészen a csoki függőséget és a kávé függőséget is ide sorolta, de azért talán maradhatunk abban, hogy inkább azokról beszélgessünk, vagy azokat tekintsük szenvedélybetegségnek vagy függőségnek, ami valamilyen úton-módon ártalmas nekünk, vagy a környezetünknek. Tehát azokat a fajta függőségeket, mint például a sport függőség, amiben talán ő is szenved, nem tekinthetjük ilyen értelemben problémának, hiszen nem árt vele sem saját magának, sem az egészségének, sem a környezetének. Én kimondtam azokkal a problémás viselkedésekkel foglalkozom, amelyek ilyen értelemben károsak. És hát, hogyha így nézzük a függőségeinket, akkor ügyenben körbe is tudjuk határolni ezeket, és úgy gondolom, hogy talán arra lenne leginkább időnk, hogy a különböző függőségek hasonlóságairól és különbözőségeiről beszéljünk, mert hogy az egész halmaznak van egy jó kis közös jellemzője, akár a szexfüggőség, akár az internetfüggőség, akár a játékfüggőségről beszélünk, és ezt vannak olyan sajátosságai vagy speciális elemei, amik meg leginkább arra a konkrét problémára detektálható. Jó, akkor most átadom a szót neked, hogy mondj te erről valamit. Meggondolom, akik hozzád fordulnak, problémákkal fordulnak hozzád. Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert mindig bejönnek ilyen tökéletes vidám emberek, akik bajlódnak az életükkel, és azt mondják, hogy problémájuk van, én csupa ilyennel találkozom. Én általánosan tudok csak a függőségekről beszélni. Én azt tapasztalom, amikor valaki nem az élet feladatával foglalkozik, mert most vagy elfogadjuk, hogy többször élünk, vagy nem fogadjuk el, de alapvetően lelkek vagyunk. Amikor nem azzal foglalkozunk, ami ennek az életünknek a célja, akkor pótcselekvésekbe megyünk bele. Viszont a függőségeknek van egy nagyon érdekes megjelenési formája, önmagába véve mindegyik élvezet. Csak túlélvezzük a dolgokat néha, és valóban internetről, kábítószerről, akkor, tehát a szokásosról beszélünk, de munkafüggőség, párfüggőség, kütyüfüggőség. Én azt tapasztalom, hogy minden, amit túlzásba viszünk, van vacsorafüggőség, 6 órakor vacsora lesz és kész, nem 4-7-kor és nem 3, az is egy függőség. Valóban, és ez valahol ártalmas is, mert értelmetlenül kényszeresen ragaszkodom valamihez. Miért? Mert tele vagyok energiával, ami arra való, hogy az élet célomat, a feladatomat megvalósítsam, mivel azt nem csinálom, valahova kell vinni az energiát. Ezért 6-kor csinálok vacsorát, dohányozni fogok, az interneten meg zseniálisan lehet függeni, hiszen tele van csodával, és 3 óra hosszan múlva jövök rá, hogy csak az e-mailjeimet nem néztem meg, de 100 lájkon túl vagyok, ugye? Hát igen, nem? Tulajdonképpen, hogyha megengeditek, hogy ehhez meg most én egy ilyen laikus mondatot hozzátegyek, hogy tulajdonképpen, amikor valaki önmagával nincsen teljesen, tehát nem tudja magának megadni azt, amire neki szüksége van, tehát nem tud békében meglenni saját magával, ez lehet, hogy nagyon
szigorúan hangzik, akkor kívülről vár olyan energiákat, amiket ő saját magában nem tud megteremteni, és ezekből adódnak szerintem a függőségek, legalábbis az én olvasatomban, hogyha nekem kell valami, akkor nézem a sorozatot, mert a sorozat hozzászokok, tehát akkor leszek jó energetikailag, de nem így szoktuk mondani, hanem nem is egyensúly, hanem igen, de ennek van egy szabad, és nem jön a számra már így este, szóval akkor fogom jól érezni magam, hogyha ezt mindig megadom magamnak. Pedig, igen, ahelyett, hogy lehet, hogyha leülnék, és köszönöm, csak így ellennék, és mondjuk meditálnék egyet, és végig gondolnám a napomat, akkor nem biztos, hogy bele kéne mennem egy sorozatnézésbe mondjuk, vagy egy interneten való csetelésbe, vagy teljesen mindegy. Mondjuk a csetelés az jó, mert beszélgetünk másokkal, de az meg megint feloldja azt, hogy úgy érzem, mintha találkoztam volna vele, de közben a személyes kapcsolatok meg nem történnek meg. Mit gondolsz erről? Kettő nézet, az egyik a Tari Anna Máriát, nagyon javaslom egyébként ebbe a témába. A legújabb könyvet olvastam, az a Ki a fontos, én vagy én, és abból szeretnék idézni, ő azt mondja, hogy pont arról van az, hogy a legkönnyebb, a legkisebb energiabefektetést igénylő tevékenység, hogyha itt az interneten én elszórakozok, akár szexről van szó, akár csetről, akár bármiről, tehát hogy pont arról van szó, hogy egy enervált, egy energiaszegény állapotban pici befektetéssel meg tudom oldani az időmet, meg az életemet. Az én saját egyik elméletem erről pedig az unalom. Tehát én azt figyeltem meg, főleg egyébként az idős generációknál érdekes módon, hogyha nem tudom kihasználni jól az időmet, akkor könnyen nyúlok mondjuk az internethez, vagy a levelezéshez, vagy ezekhez a pótszerekhez, úgymond, mert ezzel is ki tudom pipálni gyakorlatilag ezt a szerkezetet. De akkor szerinted mit pótolunk vele? Mert hogy pótszer az biztos, de mit pótolok vele? Az internetezés? Mondjuk az internetezése. Szerinted mit pótolunk? Hát szerintem egy hiányállapotot mindenképpen. A szeretet hiányállapotát? Akár azt is, igen. Vagy a kapcsolati hiányokat, akár ezt is, hogy mennyivel nehezebb fölvenni azt a sportcipőt, vagy edzőruhát, és neki indulni, mint az, hogy bekapcsolni a gépet. Tehát ahhoz nem sok energia kell, és neki sem mozdulat. Hát igen, van ez a karma nevű szabadidős tevékenységünk, amivel elbíbelődünk meg az életfeladatunk. Ez mind a kettő feladat, ezzel melózni kell nap, mint nap. És az ember hajlamos a könnyebbik irányba menni, és ugye interneten lelevelezni, lelájkolni, közzétenni dolgokat valóban egy ilyen pótszer a feladatunk elől menekülünk. Viszont van még egy dolog, ami most ugrott be nekem, hogy van nekünk 7 csakránk. Aki ismeri, tudja, miről beszélek, mindegyik csakrának 7 éve van. Alapvetően az alsó 3, a földi csakra, a gyökér, szexcsakra és a napfonat az élet első 21 évében alakul ki. Ez a földi örömökkel foglalkozik, akarom, megszerzem, birtoklom, szex, stb. Na most a jelenlegi korszak, az utóbbi 100 év koncentráltan az élet első 21 évében elképesztő mennyiségű információt dobott ránk, manipulatív információkat, amikor ez az első 3 csakra, és mire 21 évesen mindnyájan azt hittük, hogy felnőttek vagyunk, ma már többen tudjuk, hogy nem voltunk azok, addigra ez az első 3 csakra bedominált, és elkezdte a földi élvezeteket, és a lelki dolgok elől meg kezdünk elbújkálni, hiszen a ma ember nem tud szerelmet vallani. Hiszen a szerelemvallás nem arról szól, hogy mit szól a másik, nem. Az arról szól, hogy én vagyok beléd szerelmes. És tök mindegy, mennyire igazad van? Mennyire igazad van? Annyira, hogy a mostani fiatalok, miután nekem a lányom 18 éves, és végighallgatom, hogy ők hogyan folytatják hát most senkit nem beszélek ki, mert nem mondok neveket, de az ilyen típusú szerelmi ügyeiket a 18 éves gyerekek, és most nem az én lányomra gondolok, ez a korosztály, nem tudják kinyilvánítani a szeretetüket, de még a szerelmüket sem. Nem. Szenvednek veszettől belül, na ezt most megkérdezzük, hogy tudom, hogy ez éppen nem gazdaságpszichológia, de miért nem képesek, erre mondta valamelyik szakember, hogy érzelmi analfabéták lettünk. Én egy picikét ezt másképp látom, és egyébként itt a kiskuskámban van is egy ilyen kis lapocska, hogy generációs különbségek.
Tehát, hogy szerintem azért most itt elég vegyes generációt látok jelen, de egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy hogyha az internet függőségre koncentrálunk, akkor nagyon-nagyon nagy különbség van. Tehát ami mondjuk egy 14-15 éves fiú gyereknél napi 4-5 órát jelent, és nem biztos, hogy függő az illető, mert egyszerűen társas kapcsolatait, az információt, minden mást az interneten keresztül vesz fel, az lehet, hogy egy másik embernek az életébe az egy brutálisan nagy szám. Tehát, hogy idővel ilyen értelemben nem nagyon lehet ezt körülírni vagy behatárolni. Tehát én úgy látom a kérdésedre visszatérve, hogy nem analfabéták, csak egyszerűen másképp kommunikálnak. És ilyen szempontból én abszolút nem vagyok internet ellenes. Tehát én úgy gondolom, hogy például tanulni, ami szintén itt az előző előadásokban elhangzott, hogy mennyire fontos, nagyon jól lehet az internetről. Az biztos. De itt megbeszélhetjük azt is, hogy mi az előnye, mert van előnye is az internetnek, nem csak hátránya van. Igen, hát még a függésnek ilyen értelemben inkább hátrányai vannak, de hogyha így nézzük meg, akkor generációsan, mostani 15-17 éves korosztálynál egészen máshova kell szerintem ezeket a kereteket és határokat tenni, mint mondjuk egy 40 éves embernél, vagy egy 50 éves embernél, nem tudom, hogy te ezt hogy látod. Hát én most elkalandoztam, mert itt ugye elkezdtem szerelmeskedni, és hát melyik előadáson vagyok. Igen, tényleg másképp kommunikálnak, ugye egészen másképp fogadják be az információt, több ablakból tudják befogadni az információt, viszont tény és való, hogy ez ott csúszik meg, és itt zömében szülők vagyunk, tehát azért ludasak vagyunk benne, hogy ők ideig jutottak, megtanítottuk őket hazudni a tiltásainkkal, ez az egyik. A másik, hogy nem mutattuk meg, hogy mi ezt hogy csináljuk. Vagyis ők ugye másolás van, az egész emelemüzletet erre építették fel annak idején, hogy az ember másolja felnőtt korában is a másikat, kiskorában a szüleit, ugye felnéz az istenekre, apura, anyura, otthon nem volt meg az ölelés, a csók, az érintés, a három dolog, amiben nem tudunk hazudni, nem is tudják. Kitől tanulják meg az iskolai fölvilágosításból? Ha van pedagógus a teremben, kérem, ne bántódjék meg, nem ez a dolga a tanárnak, nekünk szülőknek a dolgunk ez otthon, jó? Nincs őszintén kibeszélve a szexualitás, és nincs őszintén kibeszélve, hogy hogy kell csókolózni. Nem kell, hogy mit jelent az, hogy ölelés. A hét csakra beszélget egymással végképp, nem. Ezért megint elmenekülünk egy elképesztően jó helyre, ahol a világ összes információja elérhető egyébként, a cél tudatosan keresek. Én sok információt töltök le onnan, néha órákig, de keresek, minden fönt van. Ott el tudok veszni, és ebben a pillanatban senki nem mutatta meg nekem, fiúgyereknek az apja nem mutatja meg, hogy kell szerelmet vallani, mert nem tudja. Most a fiúgyerek meg mit egy saját nyelvezettel fog bírlak amúgy, és bárhogy elmondani a lánynak, hiszen fél attól, hogy milyen választ kap, és erre nagyon jó opció az internet, mert igaz, hogy tudjuk egymásról, hogy egymással csetelünk, de ha balúsul el, nem vagyunk ott, nem nézünk egymás szemébe, hisz nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni, ezért inkább megoldjuk ott. Viszont képzeljük el azt, amikor a fiúnak visszaér a lány, hogy én is nagyon csíplek téged, és már csókolóznék, mert ugye pasi nem halad magától. Hogy fognak csókolózni, fenn vannak az interneten? Tehát dugd bele a nyelved a webkamerába. De most nevetünk rajta, de technikailag a szerelmet vallok, igent kapok, hát utána csókolózni szoktunk, nem? És ez nincs nekik elmondva, és ezért ott próbálják ők valahogy megoldani, és történeteket generálnak egymásnak egyébként, hogy sikerül. Nem tudom, de meg bocsássatok meg, hogy innen az oldalon, de az én édesapám, meg édesanyám sem mutatta meg nekem, de én tudtam, hogy az hányban volt? Biztosan persze lehet, hogy egy kicsit... Amikor mi fiatalok voltunk mind a ketten, akkor klasszikusabb nőtisztelet létezett. Nem a férfiakat akarom bántani, én is pasi bőrbe vagyok, de maga a nőiesség tisztelete az eltűnt közbe, és az udvarlás is. Ha ma felsegítek egy nőre egy kabátot, ide ettem válnézni, mit akarok. Ha a lépcsőn én megyek előre, azt hiszi, hogy illetlen vagyok, holott a klasszikus etikett azért küld engem előre, hogy ne bámuljam a nő fenekét. Lefele meg azért, hogy rámessen, ha megbicsaklik. De ha ma előre megyek, tehát összekavarodtunk, az más volt, amikor mi szüleink. Hát igen. Nem? De hát most ezek a gyerekek ki fogják találni, vagy nem tudom, most a függőségről beszélünk meg. Tehát
Hogy csak internet kapcsán jutottunk el egyébként ide. Elvileg az, hogy, hát az, hogy amit a kedves Jöld is mondott, hogy az, hogy az interneten töltünk, mit tudom én mennyit, a gyerekek is, az önmagában nem rossz, mert átalakult az információszerzés, átalakult az információadás. A probléma az, hogy mi ennek a hátránya, és mi a függés, ami már esetleg nem segíti ezt a bizonyos... Akkor azt a határt... Úgy lehet általánosan definiálni, hogyha már a normál életvitelt akadályozza vagy befolyásolja. Tehát, hogyha olyasmiről mondunk le, ami még értelmesebb, hasznosabb az életünk szempontjából, csak azért, hogy mondjuk a gép előtt legyünk. Egyébként van válaszom erre, tehát pont úgy gondolom, hogy ezt, hogy akkor most csókolózni, ez pont a megoldás. Tehát, hogy például, hogyha maradunk a kamaszoknál, vagy az ilyen ifján szerelmet vallóknál, akkor éppen azáltal lehet például kiszakadni a gépes vagy a virtuális világból, hogy igényli azt, hogy meglegyen ez a kontakt. Tehát én mondjuk ezt tapasztaltam így a saját családunk körében is, hogy amikor már nem elég ez, hogy csak így csetelgetünk össze-vissza felelőtlenül, hanem megvan az igény, hála Istennek az emberi ösztön arra, hogy fizikailag találkozzunk, akkor ez lehet egy kiszakadás, kimenekülés ebből az internetfüggőségből. Tehát visszatérve, hogy nagyon sokféle definíció van, de talán ez a legegyszerűbb és legérthetőbb, hogyha már úgy befolyásolja az adott embernek az életét, hogy ez a kártékony a számára, akkor beszéltünk függőségről, és ezért nem lehet úgy általános az egyik embernél egészen más, mint a másiknál. Hát meg mondjuk, amikor hazaérek iskolából, munkából, bárhonnan, és kényszeresen be kell kapcsolnom, föl kell nyitnom, és föltétlenül meg kell néznem, hogy mi történt a Facebookon, mi történhet, semmi, tehát nem akkor, amikor üzletszerűen történik otthon, hanem muszáj oda kell ülnöm és látnom kell, ugye, ahogy a dohányos rágyújt, én 35 év után mossaktam le a cigarettát egy 8 hónapos lelki gyakorlatnak következtem, az is egy időpocsékolás, kimegyünk cigizni, minek, mit csinálunk, cigizünk, hogy szoktuk, szívunk levegőt, ugye? A kávéfüggőség, 4-5, ezek mind ugyanazok, hogy muszáj, valamiért beáll egy szokás, de ez valamikor élvezet volt. Valamikor úgy kezdődött, hogy bekajáltam, megittam egy kávét, elszívtam egy cigit, az tényleg jó. Aztán hetente, aztán hétfő, szerda, péntek, aztán elmegy egy napi doboz, lépésről lépésre bementem, és muszáj csinálnom valamiért, de sose tudjuk megmondani, hogy miért, ugye? Hát dehogy nem, de... Miért dohányzunk? Én is dohányos vagyok. Megkérdezett egy zsolt dohányos, egy dohányos függőségekről. Megegyeztünk, hát ebben ez a jó, már szerintem így ebben az időpontban jó ez. Tehát lényeg az, hogy az idegpályákhoz úgy csatlakoznak ezek a dopaminok és mindenféle boldogság hormonok, amiket felszabadít tulajdonképpen a nikotin és a kábítószer is. És minél inkább ilyen, vagy a csokoládé. És minél inkább ilyen módszerekhez nyúlunk, annál kevésbé működik természetesen ez a fajta boldogságérzet, ezért kell folyamatosan növelni a dózist. Aha. Azért, hogy meg ezt a kellemes érzetet elérhessük, és aztán valóban már nem marad más, csak a muszáj, tehát a kényszer. Én nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokat foglalkozok megbocsájtással, oldással, elengedéssel, és azt is tapasztalom, senki nem szereti csinálni. Azok bennünk van rengeteg sérelem, félelem, fájdalom egyébként, ami nagyon jó be tud kötni ezekre a pót dolgokra, mert az életben egymással már nem akarjuk megélni ezeket a történeteket. Mert a megbocsájtás, oldás, elengedés az gyönyörűen tisztítja ki azokat a függőségeket, amivel karmikusan életfeladat szerint nincs dolgunk. Ugyanis a teljes teremtésben a függőségek azért kerültek bele, mert azzal dolgunk van. Ott valamit meg kell tapasztalnunk, és a teljes létezést, ha megnézzük, a Föld az egyetlen hely, ahol függhetünk az internettől. Ha itt nem függünk, akkor sehol nem fogunk. Aki nem hisz abba, hogy többször élünk, annak ez furcsa, csak itt lehet dohányozni, csak itt lehet egymást manipulálni, csak itt lehet egymást elvenni, ebből lesz karma, aztán visszakapjuk persze, de ezek itt ilyen tulajdonképpen élvezeti történetek. Amikor valaki komolyan foglalkozik, és nagyon egyszerű és jó technikák vannak a megbocsájtásra, például a szüleinknek, az elég sok függőséget le tud rakni. Egy embernek 15-20-25-30 függősége van. Amikor beszélgetés, hogy miket csinál kényszeresen, azért például már a szülők mindig gátolják az embert, mi is gátoltuk a gyerekeinket, és ebből vannak bennünk sérelmek. A pokolba kívántuk a szüleinket, de tudjuk, hogy ezeket mind ki kell oldani, érdemes kioldani, és akkor a végére marad egy-két-három függőség, amivel már jobban tudunk boldogulni, vagy mondhatjuk azt, hogy hol érdekel engem, ez nekem jó esik és csinálom. Viszont például, akik így dohányoznak, én ismerek 95 éves bácsit,
15 éves kora óta dohányzik, másfél doboz talpas, még csak nem is krákok. Ja, nem néz tévét, nem foglalkozik egy csomó hülyeséggel, édesfém annyi hülyeséggel foglalkozik. És valószínűleg elfogadja magát dohányos. Úgy jól érzi magát. Nem csinál belőle lelkismereti kérdést. A nem kivételek, azok nem tudnak reklamálni. Tehát az a 95%, aki mondjuk ebből kárt szenvedő, valószínű, hogy már nem értem el a 95-öt, úgyhogy nem. Egy nagyon érdekes, eszembe jutott egy korábbi élményem, amit szeretnék megosztani a jelenlévőkkel, és érdekelne az előlőknek a véleménye. Az egyik ilyen első adásra, amikor elmentem egy függőségek témájába, Gróf Róza, talán ő szervezte itt éppen Szegeden, és meginvitált egy gyógyult alkoholistát. Ő egy 55-60 közötti úriember volt, aki mindent elligott az életébe, a családját, a munkahelyét, a kapcsolatait, minden. És erről az utolsó előtti gondolatról jutott eszembe, és azt mondta, hogy hát miért az árokparton, meg hol itt ébredt, hol ott ébredt, és hogy másfél órás élettörténet elmesélése után eljutottunk oda, hogy azért, mert az ő apja. És hogy mert az ő apja ivott, és ő ezt a példát látta, és milyen csúnyán bánt velük. És mondom, én kezdő hallgatóként akkor egy nagyon furcsa ellentmondásos érzést éreztem, hogy úgy gondoltam, hogy egy 60 közeli embernek azért már arra hivatkoznia, hogy azért már rossz volt az apám, az számomra nem volt annyira hiteles, vagy, de lehet csak arról van szó, hogy ő soha nem csinálta meg ezeket a megbocsátásokat, nem? Hát ez a, hogyha a formát nézzük, életről életre tudunk egyébként úgy menni, hogy apa, fia, anya, lánya szerepeket cserélgetve oda-vissza törlesztenek egymással. Amikor ugye a karma elemzéseket csinálom, akkor így kiderül, hogy meg tudom, én régóta csinálják ezt. Ugyanis a család, a vérszerződés azért jön létre, hogy mi egymással elszámolni valunk van, még véletlenül se tudjuk kihagyni, egy rakásra születünk. Na mondjuk, hogy mi a Judittal most találkozunk, ez majdnem véletlen. Tehát ha van karma elszámolásunk, el is mehetünk volna egymás mellett. Nem hiszem, de igen, és ezek földolgozandó dolgok mindig, és ezt addig játsszuk, és általában a gyerek oldal kezdi el, hogy a szülőnek megbocsásson. Most, hogy a karma az egy dolog, mi ebben az egy életben szeretnénk boldogok lenni, elképesztően sokat segít, mert amíg függünk, egyébként nem is tudunk boldogok lenni. Tehát a párfüggőség is arról szól, hogy én egyedül nem tudok boldog lenni, azonnal kell egy pár, egy nagy túrót. Én is szeretnék ehhez hozzászólni, hogyha megengeditek, hogy azt mondtad, hogy ugye időskorára, vagy idősebb korára való tekintettel, hogy miért hivatkozik az apjára, vagy teljesen mindegy mire. Nekem az a saját tapasztalatom, hogyha valaki nem oldja magába ezeket, tök mindegy milyen technikával, nem foglalkozik a lelkével, nem kezdi ezeket feldolgozni és elengedni, akkor még 80 évesen is, akár még azon az bizonyos ágyon is, problémája lehet az anya-gyerek kapcsolattal. És pontosan erre valók azok a különböző technikák, amikkel ezeket a megbocsátásokat. Mert ilyenkor sokszor az van, hogy magunknak nem bocsátunk meg valamit. Mert lehet, hogy amikor az, mondjuk én tehát az én életemben az anya-gyerek a kapcsolata úgymond probléma, hogy ugye én úgy éltem meg a születésemet, hogy engem magamra hagytak. És az olyan mélyen bennem van, hogy még most is bennem van, és nem úgy él bennem, hogy én haragszok az anyámra, hanem haragszok magamra. Hogy én, ki vagyok én, akit ott kellett, hogy hagyjanak, mert nem vagyok arra érdemes, hogy szeressenek. Tehát nem az anyámat hibáztatom, de mégis ez egy anya-gyerek kapcsolatra vetül, de egy életen át. És ezt lehet oldogatni, meg én meg is teszem, meg úgy érzem, hogy most már talán úgy irányba vagyok, de ilyenkor jönnek mindig az újabb-újabb helyzetek, amikor az ember rádöbben, hogy hát még mindig nem vagyok túl rajta. Érted? Ezek az a hagymahéja, amikor ugye lebontom, és akkor azt hiszem, hogy na jó, akkor most elengedtem. És akkor utána megint jön, és akkor már megint itt van. Hát akkor most akkor megint hagymahéja, megint elengedtem. És hogy ez most meddig tart, és nem, mondjuk nem arról van szó, hogy mert őnek is lehet, hogy ezt a mintát látta. Na most ezt a mintát letenni. Ő neki ez az apa minta. Tehát, hogyha ő befogadja az apjának az energiáját, akkor ő egy alkoholista apa energiát fogadott be, és ő, ha szereti az apját, akkor ő alkoholista lesz. Mert ő befogadta az apjának azt a teljes energiáját, ami van.
És ezt föloldani és elengedni, szerintem... Szerintem most Judit akart megszólalni. Nem, én csak megérteni és próbáltam a dolgot, mert egyetértni egyelőre még nem tudok. Tehát én úgy gondolom, hogy a felelősség pont abban van, hogy a saját életemért én felelek, az és biztos. Az, hogyha behivatkozom arra, hogy mit kaptam, és az előző, meg az ezelőtti generáció milyen terhet hagyok rá, akkor csak hárítok, és a saját ebbéli személyes felelősségemet tolom át másra. Tehát én úgy érzem, persze fontos az, hogy honnan jövök, és mit kaptam, és kik a szüleim, nagyon-nagyon fontos. És éppen egyébként visszakanyarod be egy picikét a függőségeinkre, egy másik könyv, amit itt éppen a hölgyeknek ajánlottam az előzelőtti szünetbe, amit nagyon-nagyon javaslok mindenkinek, ez a Máté Gábor féle, a sóvárgás démona, hogyha valaki szeretné megérteni ezt az ügyet, és ő például mindent a szülőkre vezet vissza, vagy nagyon-nagyon sok mindent. Ugye a figyelemhiányt is, és az abból származtatott függőségeinket azt mondja, hogy ha nincs meg a leges legelején épp ez az anyai biztonság és ez a családi háló, akkor sokkal, de sokkal inkább kialakulhat ez a függőség, és egy hajlom alakul ki a gyerekben. Az biztos, hogy de én azzal per momentán a mostani tudásom alapján de én nem azt mondtam, hogy most ő jó, hogy hibáztatta az apját, csak hogy ez hosszú idő kell, hogy az ember ezt letegye, vagy elengedje. Igen. Tehát én nem mondom, hogy az helyes, tehát én nem erre akartam kilukadni, csak hogy a korából fakadóan még igenis meg lehetnek ezek. Különösen az, aki nem foglalkozik a lelkével, hanem csak mondjuk azon a szinten mozog, hogy hát éli úgy a mindennapjait. Mert azért itt sok ember van olyan, aki a lelkével nem szokott. Mert ugye azzal ugyanúgy kellene foglalkozni. Nem akarod. Hát igen, az lenne legjobb, hogyha hétfő, szerda, péntek elvinnénk a testünket a valamelyik fitness terembe, kettőtörtök szombaton a lelkünket, aztán vasárnap meg nyugtan otthon lennénk a családunkkal. Ez vicces. Nem mennék bele a vallási beszélgetésbe, inkább... Nem, mert... ő csak vicceltet is, ja? Jó. Minden, tényleg van Isten, és lehet vele beszélgetni, ezzel nincsen semmi baj. De igen, itt gondolkodtam ezen a történeten, nem egy életen, sok életen keresztül mondom, tudjuk vinni ezt a történetet, egész addig, amíg egy lélek elér, addig arra a tudatossági szintre, hogy rájön, hogy mindaz, ami megbocsátani való bennem, azért én haragudtam meg, és az már elmúlt. Pusztán ennek a gondolatnak a végigfuttatása kivolt belőlünk egy csomó negatív dolgot, mert így kezd az ember rájönni, hogy hát én meghűltem. Most még komolyan, én 35 év után mondtam ki azt a szót először, hogy édesapám, picit ismerem ezt a történetet, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy én tényleg normális vagyok, hogy azért, mert 10 éves koromban tök mindegy, mit csinált, nem ez a lényeg, most 40 év, 45, 6, 7 évesen, most még komolyan ezen örülöm magam, ezen örültem magam. Hónapok mentek rá, hogy megbocsássak neki. Igen? Bocsánat, befejeztem valamit. Azt szeretném kérdezni, hogy megoldás lehet erre, hogyha el tudja azt fogadni, hogy nekem most ezt lehet megtapasztalnom? És ezzel a tudattal elengedni és tovább lépni? Egyszerűen ezt kellett megtanulnom most, ez volt a lecke. Igen, de azért, hát ugye a sor az úgy van, hogy először megbocsátok, hogy ő azt megtette, amit egy gyermekkel megtett. Amikor eléggé megbocsátottam, akkor kezdek rájönni, talán bocsánatot kéne kérni, mert egy kurva kölök voltam. És utána már jöhet az, hogy ezt kellett megtapasztalni. Nekem szükségem volt erre, de az út az ez. És akkor még nem bocsátottam meg önmagamnak. Tehát az a legnehezebb. De az a legfontosabb egyébként. Hát, mert az bennem van. Ezzel a lépéssel... Hát nem is kell megbocsátani magunknak. Szeressétek magatokat, menjetek békébe. De olyan, ne? Szeressétek a testeteket. Jó az úgy erre az életre, meg, de... Ezt valahogy így csináljuk, hogy meg kell bocsátani, mert ezek ők tanítók. Tehát az mindenki tudja róla, hogy a saját szülei nélkül ma nem tartana ott, ahol tart, és nem cserélnétek semmit. Hát, hogy tanítottak? Hát, kit hogy. De az is tanítás. Mindenféle tanítás. Azért összekapcsolnám a függőségeinkkel, hogy amikor ezektől a nehéz kérdésektől az ember el akar menekülni, el akar fordulni, nem akar róluk tudomást néve ezeken gondolkodni, vagy átérezni, akkor nyúl például az alkoholhoz, akkor kapcsolja be megint a gépet, vagy csinál szóval egyéb utasságokat. Most adtál rá választ, hogy amit kérdeztem, hogy mikor kell nekünk ez a más cselekvés.
Akkor, amikor nem. Például akkor, amikor el akarjuk nem. Terelni. Igen. Nem. Amikor nem akarunk szembenézni egyébként igen. Ezekkel a dolgokkal. Igen. Igen? Igen, részben a megbocsátás elengedéssel és a függőség nálam a kettő egyesült, hogy én körülbelül 30 évig nem voltam képes elengedni a halott férjemet. Nem voltam képes megbocsájtani neki, és nem is tudtam elengedni magamban. Még most se engedtem. És tulajdonképpen beszéltem. Még most se engedtem, itt van. Most se. Itt van. És emiatt különböző függőségek alakultak ki bennem, és itt aztán összekapcsolódott bennem az önmarcangolástól kezdve az önvádig, az önrombolásig minden, ami csak belefér egy. Az is egy függőség. Igen. Nagyon élvezetes. Én tudom, mert én is azt És egyszerűen nagyon meg kellett tanulnom, illetve tanulnom kell folyamatosan azt, hogy tudok visszailleszkedve egy normális emberhez méltó életet élni. És még időnként, mint ahogy most ugye felhívták a figyelmemet, hogy még most sengedtem ember, elsírtam magam. Ja nem, azért a sírás az egy nagyon szép emléktől is jöhet a torokszorítókönyvnek, nagyon jó dolog, túlcsordul a szeretet. Nem, ön nem engedte el, de nem is akarja, mert erre már vannak emberek, akik hazavezetnek lelkeket, de ez most már egy teljesen más téma. Viszont azt tudnak függőséget kialakítani, viszik az energiát, igen, és aki energiát veszít, az klikkel, lájkol, közzétesz. Igen. Most a kezdve én is kívánni a cigit. Mindezek után. Szimpátia dohányzás. Az egészben, hogy nem hiszem el, mondja a barátom, hogy neki nem hiszem el. Elhiszem én, csak még saját magam előtt sem akarom magamnak sem bevallani. Tehát tulajdonképpen még a tagadás, ezen a szinten, ebben a témában még a tagadás szintjén vagyok. És addig pedig tudom, hogy esélyem sem. De mekkora nagy dolog, hogy ezt látod? Én már ezt nagyon régóta látom. De hát ez egy lépés. Hát az első lépés. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó szóba hoz, nagyon örülök neki. Hát már 33 mert, éve. Amikor a függőségekről beszélünk, hogyha egy picit más vonatkozásból beszélünk róla, akkor a legfontosabb, ami talán érdemes, hogyha jelenlévők tudnak, az pontosan ez a fajta tagadás, a fel nem ismerés. És például egy játékfüggőségnél, vagy egy internetfüggőségnél 5-7 év tehát egy nagy átlagban, amikor sok embert megnéznek, amíg egyszerűen ő saját maga azt mondja, neki semmi problémája nincsen. De van olyan, mondjuk alkoholfüggő, aki 25 év, mondjuk ő nem az. Vagy egy gyógyszerfüggő. Nagyon-nagyon-nagyon sok idő telik el, és addig a következő lépésig, amíg valaki saját magának nem vallja be, hogy neki problémája van, nem lehet a következő lépést megtenni. Én így gondolom. Igen, én voltam alkoholista. Érdekes állapot egyébként, hogy az alkoholizmus onnan kezdődik, hogyha este hazamegy az alkoholista, kinyitja a hűtőjét, nincs benne alkohol, le kell rohanni, be kell rakni legalább egy üveg sört, fölbontatlanul, hogy legyen, lenyugszik, mert a közelében van ugye az ő szerelme, ugyanis ezek azért jött valószínűleg a szerelem, mert ezek mind szerelmek. Én amikor sokat megbocsátottam, főleg édesapámnak, utána csökkent ez a dolog. Én ma is szeretem a finom alkoholt, amikor megkívánom, hogy ez mikor van, az ritkán van, sűrű van, ritkán van természetesen. Viszont amikor a cigarettáról, meg a kávéról lejöttem, ez egy 6-8 hónapos döntéssorozatot, minden nap eldöntöttem, hogy most mi az is ebben a jó. És egyszer csak este kimentem az udvar egy pohár vörös borral, elmondom, én cigizek egyet, elmélkedek, és egyszerűen így elkezdtem magamba beszélgetni a cigivel, hogy milyen jó volt veled, de most már elbúcsúzok tőled, a szeretőm voltál, de tudod mit, több a baj veled, mint a haszon. Büdös vagyok, büdös a szám, büdös, köhögök, én már minden utálatos büdös bogár vagyok, és a barátodat is elengedem a kávét veled együtt, mert ti ketten együtt annyi élvezetet okoztatok, de hát ugye 6 kávét élvezni egy nap, komolyan, ezt azért mondtam el, mert játékosan szeretve kijönni, úgy én azt tapasztalom, és én nekem sokkal kisebb ebben a tapasztalatom neked, Juli, hogy ezek az akarattal ellököm magamtól bármilyen függőségemet, valami pótcselekvést be fog húzni. De amikor megtanulunk elengedni és elbúcsúzni, és megmondanám a rohadmány ciginek, hogy szerettelek, csezd meg, fele van még a dobozba, azt elszívom, aztán végeztünk egymásra, arra mész, amerre akarsz, engem hagyjál békén,
az ugye olyan, mint amikor az ember a szerelmétől búcsúzik, ahol vége van a kapcsolatnak. Amikor ezt valaki elkezdi magába komolyan venni, és nem gyerekes hülyeségnek, akkor például el tud búcsúzni. 6-8 hónapig búcsúzva, 35 évig éltem együtt a cigivel. Szerintem megérezte a dohányipar. Nagyon-nagyon okos dolgot mondtál, mert a legnagyobb kockázat abban, hogyha rosszul, túl akaratosan vagy túl erős rákoncentrálással hagyunk abba egy káros szenvedélyt, akkor nagy eséllyel bevonzunk egy másikat. Ezt úgy lehet egyébként kiküszöbölni, hogy egy hasznos szenvedélyt, egy hasznos pótcselekvést iktatunk az életünkbe, tehát például erre a legeslegegyszerűbb példa a sport. Mert ez egy csomó olyan dolgot fiziológiailag is megmozgat bennünk, ami nagyon sokat segít, és ezeket a boldogsághormonokat is szépen felszabadítja. De hogyha egyszerűen valaki mondjuk kábítószereseket szokták például gyógyszerrel, egy másfajta kábítószerrel. De nagyon gyakori az, hogy az alkoholistákat is gyógyszeresen kezelik. Tehát ez egy ilyen őrült körforgás, hogy ezen a bizonyos szinten, földi szinten, ahogy ti mondjátok, ezzel nem lehet ezt megoldani. Ahogy ti mondjátok, de milyen aranyos, hogy elfogadja. Uszilla. Ez a másság elfogadása. Egyébként nem biztos, hogy a másság, mert egy on kereszt van a nyakában, ami egy nagyon komoly spirituális. Nem, hát én tudom, csak hogy azért mondtam, hogy ezért. Én tudom, hát miből az miért van itt? Úgyhogy szerintem köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Örülök, hogy kicsit könnyedebbre sikerült, mert ez a nap elég hosszú volt, és még nincs is vége.